A menet elején elvonult, akkor tapsvihar volt, kiabáltak neki, hogy hajrá Zsolt! Hajrá Zsolti! Úgyhogy teljesen olyan, mint a... Ez inkább egy tüntetés, vagy egy fesztivál szerintem? Ez egy fesztivál, abszolút. Ugye akkor hirdették meg a békemenetet, amikor volt a Hódmezővásárhelyi polgármester választás, ahol nem a fideszes jelölt nyert. Önök is megijedtek, hogy esetleg máshogy sülheted ez az áprilisi választás? Hogy megijedtem, én azt nem tudom, meglepődni meglepődtem. Én nem is én ijedtem meg, attól féltem, hogy az ország ijed meg. Fontosnak tartottuk egyrészt, hogy kiálljunk a magyar szabadság mellett, mint 48-ban, most 2018-ban megint. Másrészt meg a kormány támogatására. Lózdi Fidelitasból jöttünk. De jobb lenne, ha kimennének oda a szélére, mert esetleg problémájuk lesz. Azt mondták a szervezők, hogy ez teljesen békés rendezvény. Béke! Igen. Béke! Pontosan! Béke. Jó napot kívánok! Látom, hogy angol nyelvű felirattal készült. Mit szeretne ezzel üzenni? Ezt pontosan azt szeretném üzenni a külföldieknek, hogy mi így szeretnénk élni. És mit szól azokhoz az ügyekhez, amik az elmúlt időkben a médiában megjelentek, Fideszhez kötető vagy fideszes politikusokkal? A nagy része hazugság. Aha. Például... Nagy része hazugság. Igen. Nem foglalkozunk ezekkel a részekkel. Csak nem vagyunk hajlandó fele foglalkozni. Önök szerint mi fog dönteni? A választókat mi érdekli inkább? Hát én nagyon remélem... A bevándorlás vagy a korrupciós ügyek? Én nagyon remélem, hogy a választók is értik azt, hogy ez egy olyan helyzet, mint amikor ég a ház. Akkor először el kell oltani a tüzet, és utána majd beszélhetünk arról, hogy melyik bútor dobjuk ki, vagy rakjuk, vagy mit tudom én. Ön elképzelhetőnek tartja, hogy így megvezették a miniszter urat? Nem ismerem a történetet. Nem beszéltem Kósa Lajossal azóta, hogy ezek a hírek kijöttek, hát kampány van. Nem tudom, hogy mit mondott, nem tudom, hogy mi a valódi, mi a koholmány, mi történt, hogy történt. Én bízom a kollégámban. Életemben nem találkoztam annyi örülő emberrel, örvendő embernek, mint Csíksomjó, meg itt. Itt is mosolyognak egymásra, vigyáznak az emberek. Egyébként még egy büszke, ki vagyok, mi vagyok, valakik vagyunk, úgy gondoljuk. És így kéne csinálni nagyon sokszor, mindig így kéne. Én sajnos pedagógus voltam, és néha ifjúsággal nem vagyok megelőzően. Most ültünk be egy espresszóba, tömbbe volt, és egy kis kölgy úgy ült, hogy a lábait még eszékre költött, és hiába szóltunk rá. Tehát az ilyen gondolkodás kéne valahogy már egész kiskortól megnevelni a gyerekeket. És ezeket az ilyen típusú elhajlásokat valahogy kiirtani a társadalomból.